Sziasztok! Sziasztok! Csináltunk egy posztot a napokban, az AK-26 hivatalos oldalára került ki, amiben kérdéseket tehettetek fel nekünk, bármilyen jellegűt, és most megválaszolnánk ezeket a kérdéseket. Kezdjük is az első kérdést. Amit kitett föl? Viktor Záros kérdezi, hogy lesz-e sütifét. Sütivel jó barátság vagyunk, ugye a Garázs kiadónak az egyik oszlopos tagja. Közös dalról nem beszéltünk még, illetve olyan információik vannak, hogy ő Garázson kívül nem vállal feat-et. Igazából más stíluson belül mozgunk a rapben is, az AK-26 és Süti, úgyhogy nem látok rá nagy rációt, hogy lesz Süti feat, viszont a barátságunk az teljesen jó Sütivel. Mi a következőt Barna Bálint kérdezi, Mike Michaelinkkel nem akartok egy közös tracket. Hát figyelj, Bálintkám, hogyha szerintem nagyon tehetséges srác a Mikey, úgy gondolom. Ha szeretjük, amit csinál. És hogy részünkről majd szerintem az idővel az kialakulhatja, így jobban megismerjük egymást, akkor esetleg benne lennék nagyon szívesen. Igazából vele nincsen személyes kontaktunk, még eddig nem volt, de a zenét azt elismerjük, illetve amit csinál. Következő kérdést. Barbie kérdezi, szerintetek melyik lett a legsikeresebb számotok? Szerintem a 26 emelet, igaz? Hát, ha csak a YouTube-ot nézzük, akkor a 26 emelet az az első, nem? Hogyha YouTube nézettséget legjobban nézzük. Az pörög, így van, utána jön a Fennekezett című szám, off-full-out. Ha bulikat is nézzük, akkor több sikeres dalunk is van, hála jó Istennek, például a 26 emelet. Ja, azt mondtam az előbb. De a Fennekezett is ugyanolyan sikeres szerintem, van egy pár, de talán az. Következőt pedig Őszényi Péter kérdezi a következőt, hogy honnan szerzitek az ihletet a dalíráshoz? Honnan szerzed az ihletet? Hát figyelj Péter, én megmondom neked őszintén, hogy mindig egy kitalálunk egy adott témát, és azt szerintem így jön magától, hogy az életből merítjük a dolgokat. Mátya, én a zenékből szerzek ihletet, meghallom az alapzenét, és amit érzek rá, azt írom. És ott megjön egy téma, aztán így összeülünk, összedugjuk a fejünket, és elkezdünk ráírni. József Hubai, milyen okokból álltatok össze Mr. Gasztával, honnan jött az ötlet? Papikám, ez olyan ötlet, de ezt elmondtuk 20 ezer helyen egyébként, de elmondjuk most is, Mr. Gaszta megkeresett minket, hogy szeretnénk csatlakozni a Real Team Musichoz, és mi szerettünk volna csatlakozni, és csatlakoztunk is, igazából ennyi. Székely Anita, mi a véleményetek a divat hallgatókról? Mi a véleményedről? Figyelj Anita! De úgy vagyok vele, hogyha valaki már AK-26-ot hallgat, aki szereti a zenét, akkor szereti. Megfogta valami benne, akár egy dalunk, akár több. Nem tudom, hogy ez mi az, hogy divat hallgató. Nem ítélünk el senkit. Máté Bokor kérdezi, miért döntöttetek úgy, hogy a rappet elkezditek, mi vezérelt? Hát figyelj Máté, engem igazából a testvérem inspirált, aki itt ül mellettem. Azt mondom, nem vezérelt sem. Igazából ő inspirált engem a legjobban, ő elkezdett rappelni és így húzott magával. Engem meg a rapzenék inspirált, a tesóm a régi rapzenéket, amiket elkezdtem hallgatni. Azok inspiráltak, hogy ilyet én is csinálok, bátya megpróbálom. Mi a következő kérdés? Gyöngyösi Berci, hogy álltok szerelem terén? Bercikém, a magánéletünket ezt nem szeretnénk összekeverni a zenei élettel, úgyhogy erre a kérdés csak ennyit válaszolunk, hogy az maradjon a magánéletünk. István Mafia, Smrek István Mafia, bocsánat, bátya klipből előzetes lesz? Nem lesz előzetes, tesó. Nem lesz bátya, egy teljes bátya klipet fogtok kapni egyből, október végén. Nem látjuk értelmét az előzeteseknek már, úgyhogy előzetesekben nem gondolkozunk egy éve körülbelül. Róvó Balázs kérdezi, BSV-vel lesz közös dalotok bátyák? Bátya, beszéljük, tárgyalás alatt van. Így van. Közös dal a BSV. Varga Lacika, mikor jön ki új AK-26-os termék? Folyamatosan jönnek, én úgy gondolom, most lesz téli sapka. Lacika, téli sapka, Lacikám az két héten belül. De lehet, hogy amire ez a videó a napvilágot lát, már ki lesz a sapka is. Álmos, Hidán Álmos kérdezi, mi a kedvenc piátok, kajátok? Papikám, gyrosz szeretem. Pizza bátya. Borjú húsból, de az kebab, de azt is szeretem. Kedvenc italom pedig a fekete szederes Rauka Ice Tea, fekete dobozban, legkomolyabb. Már nem a doboz, hanem ilyen. Nekem a Lipton test része. Szép Alex, mi a véleményetek az olyan rapperekről, akik ok nélkül belekötnek a velük egy szinten lévő, vagy esetleg sikeresebb rapperekbe?
látja, hallgat cákázenéket, aki másokra köpköd, az a saját maga szégyen, ennyit esünk. Gergő Mátyás kérdezi, lesz-e olyan, hogy egyedüli szám? Figyelj, de Mátyáskám, nem tervezünk. Nem tervezünk szólót. Mondjuk amúgy lehet, hogy lehetne majd csinálni. Vagy lehet egy lemezen. Lesz egy Tilokin Skywalker szóló, gitáros. Lesz-e Ákás Dögcélula kérdezi? Juhász Kristóf. Papikám, nagyon nehéz kiállni az utakat, ugye lehet, hogy lesz. Lehet, nekem már egyébként van, csak kicsit drága volt a gyártás. Látja? Nem úgy szerintem. Azért kérdezik, mert látták. Néz ki. Hát figyelj ide, hogyha lesz rá vonal, akkor lesz ennyi. Lapozunk. Fekete Krisztián kérdezi, gondoltátok volna, hogy egyszer eléritek azokat, amit eddig elértetek? Nem gondoltuk volna. Jó, Erik Riha, lesz-e még olyan közös lemezetek Mr. mint a Farkasok? Hát Farkasok lemez tervezünk, még többet is, igen, jövőre. Ignéci Ádám kérdezi, mikor jön ki a legújabb Elkeuszott album? Jövő évelején tervezünk, hát ki a... Március körül jön a dupla dinamit, Elkeuszott nagy lemez. Ezt is már Zsolt Szilágyi, a karrieretek óta összesen hány fellépésen voltatok eddig? Zsoltikám, én pont most számolgattam így, mert nekem végig van vezetve a számítógépemen, hogy hol jártunk eddig. Ilyen 100 körül van az a számunk. Egy év alatt. Az nem olyan rossz, úgy gondoljuk. Véglemente, soroljatok pár rappert, akinek nagyra tartjátok a munkásságát Magyarországon, akikkel még nincs közös dalotok, illetve más közegben mozognak akár. Bátya, az előbb válaszoltunk szerintem erre is. Sütit is nagyra tartjuk, Bagó barátomat Nagymarosról nagyon nagyra tartom, szövegírás meg flóba. Úgyhogy megvan egy pár tehetséges srác, csak nem akarok itt ilyen konkrét neveket mondani, mert ők sem mondják a mi nevünket, úgyhogy ennyi. Tóth Dávid kérdezi, mikor jöttetek rá, hogy tehetségesek vagytok a rephez? Tesó, tehetségesek vagy? Erre még nem jöttünk rá. Nem döntsétek el, ti bátyáim. Gyöngyösi Berci, miért kötődik ennyi hozzátok Surán? Itt lakunk, bátya. Ennyi. Na most én is olvasok. Most a Csepregi Attila. Csepregi Attila az Évanének, rokona lehet. Életrajzi könyvet nem terveztek a közeljövőben, és AK-26-os kabát várható. Életrajzi könyvet majd akkor tervezünk, hogyha már egy 10 éve haladunk ezen az úton. Legalább, mert úgy gondoljuk, hogy ahhoz elég nagy életút kell, és igazából 2 éve vagyunk ilyen aktívak, hál' Istennek. Nagy sikereink vannak, ennek örülünk, de még várunk vele egy kicsit. Árpás, de a kabát, azt meg egyelőre, azt is mindent tervezünk, csak pénzösszegek kellene, papi. Árpás Dejan kérdezi, ti testvérek vagytok? De hát, egy amúgy szíved. De. Egyébként jó barátunk. Barátunk, következik most. Hülyeségből kérdeztem. Berinder, Erik János, idén hány klippet terveztek még forgatni? Kettőt. Kettőt. Egy AK-26 klip fog érkezni a 1000 című számból, az 1000 című a számból. Azt jönnek az üzenetek. És fog érkezni még egy Farkasok klip a Család című számból idén. Dávid Septei. Terveztek olyan fellépést, ami nem korhatáros Nagykanizsán vagy környékén. Ezt nagyon sokan írják nekünk, nem mi döntjük, hogy hány évesen jöhetnek be a fellépésre, szervezők, klubtulajok döntenek ezügybe, mi meghívott fellépők, vendégek vagyunk, ezt ne nekünk tegyétek föl ezeket a kérdéseket. Legyetek következő szépen. Kérdés, Suha Terike, nem unalmas már a sok kamu profil? Nagyon unalmas Terike, nem kivagyunk, mert tőlük írogatnak a nevünkben, ezekkel sajnos nem tudom mit csinálni, tiltogatjuk le. Terike, nagyon jó kérdezett. Állandóan jelentgetem őket, valamit letöröl egyből a Facebook, de valamit most nem. Most én olvasok. Most te jössz. Visnyei Tomóka Tamás, mi ösztönzött titeket, hogy a rapzenével foglalkozzatok? Miért választottátok ezt a stílust? Honnan találtátok ki ezt az AK-26 nevet? Na menjünk sorba a rapzenére, hát a rapzene ösztönzött, egyértelműen már megtetszett, és azért kezdtünk rappelni, mint a rocker gyerekek is azért rockerek, mert azt szeretik, vagy azt tetszett meg nekik. Gondolom, akkor mivel ezért választottuk ezt a stílust is, az adja és magát. És találtuk ki a nevet? A nevet azt is elmondtuk 5 milliószor, AK-26, AK szó a fegyver, egy szójáték, 26-os a körzet, ahol lakunk, AK-26. Váradi Martin, mikor jön a Bátya klip és mikor jöttök Ózra? Bátya klip október vége, Ózra, akkor megyünk, ha meghívnak, tesó. Azzal addig nem tudunk menni, amíg nem mondják, hogy gyertek el Ózra. Addig mi nem tudunk Ózra menni. Következőt olvasd. Mark Feller. Giuliano, miért nem hagyod sose beszélni hírót? Most nem is nem beszél. Hírót beszélni? Na, nem beszél, szíves, mert beszél, már fölidegesítesz. Nem szokott beszélni. Nem, és ez volt a kérdés, mert még volt egy Hiro, Meisner, Tomika, hogy bocsánat, remélem jól mondtam ki a nevedet. Bátya. Miért lett a nevetek AK-26? Az előbb válaszoltuk meg. Nagyon jó kérdés. Oké.
Sebtei Dávid, AK-26 Snapback lesz a webshopban, na igen, mikor? AK-26 Snapback lesz. Szerintem a jobb idő lesz, bátyám. A jobb idő, tényleg nem akarjuk, mert lefagyod is fejetek. Kiki? Pintér Krisz. Terveztek a közeljövőben. De amúgy hogy olvasod be? De nem az jön. Nem az jön. Mészáros Levente. Levi! Szevasz, bátya! Mikor lesz téli sapka, és ha lesz, kérünk benneteket. Levi, kérlek, ezt már megkérdezték. De puszilunk. Tudjuk, hogy örülsz neki, ha már puszilunk innen. Na akkor mi a most? Egy csávot, nagyon nagy spanom Levike. Hozott nagyon nagy komoly csokoládékat szerencsére. Pintér Krisz, terveztek a közeljövőben dedikáló turnét, illetve Sütivel egy feat-et összehoztatni. Megmondtuk, dedikáló turné lesz, farkasok dedikáció, ez sem is jön velünk, és ez is még idén valóra fog válni. Kamarai, Sándorné, Ági, nektek melyik a kedvenc számotok magatoktól és miért az? Mindig az új, a legújabb, nekem az a kedvenc. Én is így vagyok vele. Gergő Kovács, lesz még RTM Shop valahol? Bátyát, valószínű, hogy lesz. Itt is komoly pénzösszegekről van szó, úgyhogy ez nem rajtunk múlik, mármint hogy rajtunk, de ez nem egy egyszerű dolog. Jurás Tamás tervezte Kedvánnal közös számot. Tervezünk, bátya. Most voltunk Balatonon, leforgattuk az RTM All Stars 3 klippet, amit valószínűleg már látni fogtok, mire ez a videó kijön. És ott beszélgettünk egy közös dalról, úgyhogy valószínűleg lesz Redván közös dal is. Baranyai Barbara kérdezi, hogy top 10 fellépőhely. Ezt most vannak. Szerintem ezt én nem tudom megmondani, mert annyi helyen voltunk, mert szerintem legtöbb az nagyon jó volt, nagyon tetszett, nagyon nagy élmény volt. Úgyhogy az egyik fel... top egyébként Bácsalmáson olyan tulaj van, hogy ott beszarnál. Hát a világot megeszi az ember. Lénárt Adri, 2 éve, kivel volt igazán jó együtt dolgozni klippek folyamán zárójában, és mikor jöttök Tiszaújvárosból, vagy Miskolcra? Hát a legnagyobb az esküszöm a Díján, nem? A Díján az nagyon nagy karakter. Az sírás egész úton, amikor mentünk az a felemelő, amikor a klip egész de mindenki jó volt, mert nyilván olyan emberekkel forgatunk, akiket szeretnénk. Sztojka Márk, hány évesek vagytok, bátyák? Én azt hiszem 28. Én pedig 22-t töltöttem szeptemberben. Akkor én 28. Jó. Sven, olvasd már föl, légy szveste. Sventner Kevin kérdezi, mikor fog kijönni egy új pulcsi, ami nem limitált kiadásban lesz. Limitált kiadásban csak az RTM Shopban vannak pulóverek, vagy pólók. Ami a webshopban van, az egyik se limitált, hogy oda mikor fog kijönni, hamarosan bátja. Orvát W. József kérdezi, hogy terveztek-e még Farkasok formációban együtt működés Basztus Zsoltival, esetleg SM-ben egy újabb feat, egy Farkasok SM lemezről mi a véleményetek, van esélyre? Nem bátja, mondja. Mondja nyugodtan. Farkasok formáció, tervezünk a Baszta Zsoltival, mert úgy vagyunk a Farkasok, hogy Baszta Zsolt is benne van, úgyhogy nélkülös nem Farkasok. Hát, kis vizet kaphatok? Hanem AK-26. És... köszönöm. Essemmel újabb feed, föl van véve Essemmel egy dalunk. Ez is ki fog jönni valamikor a közeljövőben. Farkasok Essem lemezről van rá esély. Hát arra nem biztos, köszönöm, hogy van esély, mert nagyon sok dolgunk van Essemnek szintén. Egy komplett nagy lemezt így nem valószínű, hogy össze fogunk tudni hozni. Halász Krisztófer, a következő kérdés. Sziasztok! Szia, bátya! Én azt szeretném kérdezni tőletek, hogy melyik volt az első tetoválásotok? Hány évesen csináltattátok, és miért pont azt csináltattátok, amit? Nagyon jó kérdés. Köszönjük, bátya, a kérdést. Mesélj a tetoválásokat. Az első tetoválásom 16 évesen egy fekete párduc fej volt a jobb lapockámon, amit itthon titkoltam 4-5 évig. Addig nem vetköztem le filmesztelenre itthon, bátya. Nekem az volt az első. Nekem nem tudom, melyik volt az első, azt tudom, hogy 16 évesen csináltattam. És így gyűltek aztán az élet. Lábújadra az a pénz, nem? Hát az volt az első. Menj te a picsába! Varga Gábor, terveztek még ezt sem, meg közös számot? Azt is megbeszéltük, készült egy szám, igen. Pete Roland kérdezi, milyen iskolát végeztetek el? Együtt laktok? Ha nem rappel, akkor mivel foglalkoznátok? Én egy szakács végzettségű van, és végzettségem van. Vátra jártam középiskolában, nagyon kellemes volt. Én jártam több iskolában, én is ballaktam egyébként, úgyhogy ballaktam össze-vissza, ugye egy esti iskolát. Nem együtt lakunk már, én már külön lakok. Nem rappel, akkor mivel foglalkoznátok? Én testvérem szerintem autót mosnék, mert azt nagyon szeretem. Én a kocsimosóban lennék, majd políroznék. Én mivel foglalkoznék? Hát nem tudom, bátya, én szerintem kiutazni Japánba. Székely Martin, hát ez egy jó hosszú. Székely Martin, ez jó hosszú. Felolvassam én, vagy valósul? Felolvasom. Mutasd fogjam, mert ilyen drága, izé még nem volt.
Ő, ha jól tudom, nyáron láttam egy kiírást SM oldalán, hogy lesz egy közös klippetek, a címét már nem tudom. De azóta arról sem hallottam semmit. Abból lesz-e valami? És az 1000 mikor jön ki? Meg C2SH-val közös dalatok, miért értem, hogy miért törölték YouTube-ról, pedig szerintem kurva jó. Az SMS dolgot azt megbeszéltük, az fog jönni. Közös dalat azt nem is mi raktuk föl egyébként. Hát azért lett törölve a YouTube-ról, bátya, mert azt nem mi tettük föl, szóval amit nem mi teszünk föl videót, az törölve lesz. Mert mások rakják föl, és a mi engedély nélkül pakolják föl ezeket a zenéket, mi nyilván direkt nem tettük ezt a YouTube-ra. Tényleg egy jó nóta, viszont mi nem éreztük úgy, hogy ez YouTube-ra kéne menjen, akik megvásárolják a lemezt, vagy letöltik egyem a kis szívüket, azok hallhatják azt a számot. Sok a riválisotok, nem rivalizálunk, bátya, hallgatók eldöntik, hogy kit szeretnek. Varga Mihály, Siófok, Vessző, Tamási környékére mikor jöttök, amint meghívnak papa. Keszthelyre megyünk most, Balaton környéke. Milyen érzés, amikor meglátjátok, hogy valaki magára van rattálkozó tetkót, Németh Kristóf, nagyon jó érzés, minden tiszteletünk nekik, de ezt is már kifejtettük, mint a Fix TV-vel, meg egyéb helyeken. Robesz Szabó, hány évesen kezdtetek el dalszöveget írni? Én 11, bátya. Ezt te hány évesen kezdtetek? 15-16. Igen. El Kelani Ábrahám kérdezi, ha a milíciában többször is elmondott te vagy Masta G, Hibi előtt miért tagadod le, ez a sztori engem érdekelne. Ezt a történetet, ezt a kommentet, mert több ilyen is jött ezzel kapcsolatban, ezt az egyet fogom felolvasni. Elmondtam egy videóban, reagáltam a hibrides történetre, azon kívül igazából ott mindent elmondtam, úgyhogy nem tartozom, úgy érzem, magyarázattal ezek után mindent elmondtam erről, és nem is kívánok erről többet beszélni. Stanislav Kricskovics kérdezi, El Bagó Grand Royal számotok meg fog jelenni teljes egészben? Nem tudom, megmondom őszintén, hogy melyik számra gondolsz. Nem tudjuk, hogy melyik számra gondolsz, de lesznek El Bagóval közös dalaink még. Tegnap itt volt nálam a bátya, beszélgettünk egy kicsit. Nálam is volt, meg csikkettem is oldalbordáit. Ki ez a csávó? Gazdag Ágnes kérdezi, egy interjúban említetted Ádám, hogy mielőtt ismertek lettetek, felkerestetek ismertebb előadókat a zenét, de nem mutattak érdeklődést. Kérdésem, hogy szabad-e tudni, kik voltak ők, és hozzáteszem, most biztos eszik a kefét. Hát pont ezért nem szeretném elmondani, kik voltak ők, nem volt csak ilyen, egy-két ilyen előadó volt. Hál' Isten azt mondhatom, hogy mostanra sikeresebbek vagyunk, mint ők, úgyhogy ennyi. Most olvasgatok egy kicsit én is. Közben már kicsit. Csöröksz? Szia, bátya! De hallod, így hogy beszéljek? Egy pillanat, csak közben interjút csinálunk, 7 órára ott vagyunk nálad, jó? 7, jó? Ölellem, csak. Megyünk fellépni, aztán megyünk a teszél, Voxos Alier. Na, a következő kérdés, Forstner, remélem így kell mondani, Vidike, kérdezi, hogy mit csinálhatok szívesen a szabadidőtökbe? Szabadidőnkbe, figyelj ide, én szeretek nagyon eljárni, kirándulni, popozni föl Visegrádra. Én szabadidőmben aludni szeretek, mozizni, filmet nézni. Ilyenek, mint mindenki más. Én a filmet nézni szeretek, mert azt én is egyébként. Filmbúzi vagyok. Lendvai Alexandra Brigitta kérdezi, mikor alakultatok meg Forever AK26 egy szívecskével? Köszönjük szépen. 2011. december. Szabó Zsolt. Azt ő válaszolt egy másik kérdéssel. Magyar Attila, miért pont AK26? Elmondtuk. Mityko Robert, a Békés Csavára, mikor jöttök? Mi a kedvenc színetek? A kedvenc színem a fekete és a fehér. Békés Csavára pedig akkor jövünk, amikor azt mondják. Sző Gyuri kérdezi, szinglik vagytok? Párkapcsolatban élek én, de erről nem akarok beszélni. Ki ez az ember, te? Igen, ezt már elmondtuk az előbb. Jó, hogy elmondtuk. Helyzet, Tomi. Mi a helyzet, Tomi? Bátya című nóta hogy jött és milyen helyszínen forgott a klip? Bátya című nóta az úgy jött, hogy van egy falunk, aki nyomta ezt a dumát, hogy bátya, mi is elkezdtük nyomni, mindenki elkezdte nyomni. Muszáj volt egy bátya című számot csinálni, bátya ruházatot. A bátya című szám egy műterembe forgott le. Novák Patrik. Van kocsitok? Ha igen, milyen? Kedvenc kocsi márka? Nekem van kocsim, papikám. Egy Volkswagen Boránban, úgy hívom, hogy Szigorú. Nagyon szeretem. Neki most lesz kocsi. Én most tervezek vásárolni, szeretnék egy citromságot, kis polszkit venni. Gyűjtögetek rá egy. Gyűjtögetek rá. Remélem összejön. Kedvenc kocsi márka. Kedvenc. Nekem a CLS Mercedes. Nekem is Mercedes. De ugye azt csak álmodozunk róla.
Füredi Andrea, mi a kedvenc alkoholos italatok? Ez nem iszik, mert csajoskodik. Utálok az alkoholt, undorító. Nekem a vodka. Most én olvasok, hát fogjam a kis készülék, hogy jön. Dino Boglár kérdezi, mikorra várható tőletek AK-26-os együttes ruha? Mi inspirált titeket, hogy rapperek legyetek? Mit gondoltok, meddig tart a sok seggfejnek a rap divat? Mit terveztek? Mi tervetek van a jövőre? Vannak már készülő dalok, amire forgatni is akartok. Ruha az folyamatban van, gyártatjuk, rapperek legyünk, elmondtuk, rap divat, nem tudom, hogy meddig tart. Mit tervet, mind sok tervünk van, nagyon azt nem esetelném, van készülő dalotok, van készülő dalunk, amire akarunk forgatni, szívesen válaszoltunk, mert megköszönte kedvesen, sok sikert, köszönjük szépen. Bettina Bana kérdezi, ha elmehetnétek egy álomutazásra, hova és kivel mennétek el? Én nem szeretnék álomutazásra menni, azt szeretném, hogy Walking Dead legyen, világvége és zombik legyenek mindenhol, és tudjam őket ölni. Fogyatékos. Te elmennél álomutazásra? Én álomutazásra? Szinte Japánba mennék. Nagy álmom oda menni. Kellem a Nicolette, mikor kezdtetek el így jobban foglalkozni a zenével, és mi inspirált titeket, és vagy inspirál a mai napig? Hát jobban ugye 2011-ben alakult az AK, amiről beszéltünk is. Azelőtt is zenélgettünk külön-külön. Én ugye nyilván már idősebb vagyok régebb óta, ő annyira nem régóta. Már sok sráchoz képest régóta, mert fiatalabb, na mindegy. Hát komolyabban, ami volt összeálltunk 2011, de ja. Azóta pörgünk. Rusznyák kérdezi. Mit kérdez? Honnan nyeritek az ikleteket a számokhoz, azt már elmondtuk. Szóval elmondtuk, Mike, Cornél Mike kérdezi, milyen érzés volt, hogy csak egyre feljebb kúszott a nézettség, és hogy szinte mindenki ismert titeket. Fantasztikus érzés, bárcsa, innen is köszönjük szépen, nagyon jó érzés. Köszönjük szépen. Szőcs Gyuri kérdezi, ti olyannak tűntök, aki tiszteli az apját, minden héten meglátogatja a szüleit, jól gondolom? Látja, meglátogatjuk. Tiszteljük minden nagyon, a minden nap szeretjük. Szeretjük, én meg együtt élek velük. El Patrik, muta? Eli Patrik kérdezi, mikor várható új nagy lemez? Márciusban jövőre, AK-20 dupla dinamit. Zsolt Zsemje kérdezi, sziasztok, dolgoztok valamit? Természetesen stúdión kívül. Szia! És fél éve hagyom a dinamit. Most megálltom, hát egy fél éve hagytam ott körülbelül a munkahelyemet. Én felszolgáló voltam itt a környéken. Végül is ennyi. Ez jó. Azóta csak a rep. Sajnos nincsen időnk ezen kívül mással foglalkozni, mármint nem sajnos, mert ülünk neki, hogy azt csináljuk, amit szeretünk. Ez a főállásunk, a zenélés. Rádi Jászmin, mikor várható válkozott én is, akkor ezt már megbeszéltük, ha jól emlékszem. Nagyon jól emlékszem. Farkas Rebek, aki érdezi Cerdömökön vagy Pápán, mikor lesz koncert? Erre szintén csak azt tudjuk mondani, hogy a fellépő lista folyamatosan bővül, ott megtaláljátok. Závoti Kristóf, nagyon komoly kérdés sort állít. Nagyon komoly, hát bátya. Nagyon komoly. Bátya klip, mikor várható elmondtuk, AK full cap elmondtuk, webshopba is bekerül, AK kék póló nem kerül be testrészen, mert az csak az limitával és csak a boltban. Teljesen limitált. A Lurdi házban, az RTM Famous Shopban. Akkor mikor várható AK BSV zene, ez tárgyalás alatt van, foglalkoztok más munkával is rappen kívül, az előbb mondtuk el, mennyi szabadidőtök van és mire használjátok. Bátya, nem sok szabadidőt van. Hétvégén fellépni járunk, hétköznapjaink általában, azért ott akad egy kis szabadidő. De egyébként ott is a zenéléssel töltjük, veszük fel a számokat. Na az nem szabadidő, a zenéléssel töltöd, mert ugye az munka, az a szabadidő. Nézhetjük úgy is, mert én szórakozok, amikor zenélök is. Vásárol és pulóvereket lesz. Szőcs Gyuri ismét, ő már aztán kérdezett, Őrbottyában mivelesen nem lesz koncert. De lesz bátya, amikor azt mondják, hello, Őrbottyában el tudnátok jönni. Persze bátya, megyünk! Nincs Attila! Jó vagy rossz dolognak tartjátok, hogy fiatalabbak is hallgatnak titeket. Szerintem ez miért lenne rossz dolog, ez csak az ilyen ellenségei próbálják egy ilyen rossz dolgot beállítani, de szerintem mi is fiatalok, akiket hallgattunk, mi is felnőttünk. Látja, 12 évesen nyomtam Tupacot. Nagyon nagy volt. Szerintem ez egyáltalán nem rossz dolog. Lukács Bence, mikorra tervezitek következő albumot? Ezt szintén elmondtuk, itt van egy arab nevű fiatal, nem tudom, hogy hölgy vagy úr, mert nem látom a képen. Mi az, ami motivál titeket, és mi az, ami erőt ad, hogy csináljátok? Hogy érzitek, mi lesz az a pont, vagy ok, amiért abba kell hagyni? Mielőtt nekem támadna pár ember, ezt csak kíváncsiságból kérdezem, mert érdekel. Hát igazából olyan pont nincs, hogy abba kellene hagyni, amíg érezzük a zenét és csináljuk, vagy mi hagynánk abba. Úgyhogy... Gondolom úgy érti, hogy van sok, aki belénk áll, és hogy így hátráltat minket, de szerintem minket nem nehéz megtörni.
Vok Somogyi kérdezi, Szókarabélyi lemezeteket még lehet kapni? Igen, hol? Szókarabélyi lemezünket nem lehet kapni, soha nem lehetett, az egy internetre föltöltött, ingyen letöltető album volt. Valahol az interneten még most is van. Dóri, Tintér Dóri, mi inspirált titeket arra, hogy a raphez kötődjetek, hogy az életetek része legyen? Anarcsra mikor jöttök? Dóri, ezt már megmondtuk, szerintem Anarcsa pedig szintén akkor tudunk menni a meghívni. Szőcs Gyuri, Gyurikám, most nem olvaslak föl a hatodjára is. Olá Zoltán, olyannal lesz majd feed. Olyannal lesz majd feed, akit esetleg szerepel ezen a csatornában? Lehet, nem egy okos kérdés, de ott is lehetnének olyan előadók, akiknek el lehet ismerni a munkásságát. Hát én ezt nem értem amúgy, hogy mit mondasz, bátya. Zene tévében nem tudom, hogy olyan vannak, mert nem nézek zene tévét. Persze, olyan feedünk, aki esetleg a médiában szeretne úgymond olyan. Nem tudom, kivel lesz feedünk, igazából nem érdekből feedelünk, hanem hogyha barátság alakul ki valakivel, akkor azzal csinálunk közös zenét. Yeah, Szűcs János kérdezi, Hekivel nem csináltok egy közös zenét? Hát Hekit nem ismerünk személyesen, semmilyen kapcsolatban nem vagyunk ebből adódóan. Valószínűleg, amíg nem ismerjük meg, addig nem várható közös dal. Ezt az előbb kifejtettem, hogy miért. Pitnam, Krékács, Kevin, mondjátok be a nevem. Léci, el kell úszott a végig. Be vagy mondva, bátyja. Nagyon jó kérdés volt. Ez a legjobb kérdés. Őz Anabella, mikor jött nektek az az ötlet, hogy belekezdtek a rap szakmába? Voltak két helyen itek? Hát ez se jött. Voltak két helyen a rap szakmába? Mi az, hogy két helyen? Hát Anabellám, az előbb beszéltünk erről a rappes dolgokról eddig. Szerintem abból megkaptad a választ, ezt a kételyes kérdést, ezt nem értem, mert azt csináljuk, amit szeretünk, úgyhogy abban nem kételkedik az ember, szerintem. Karnóci Norbert kérdezi, hogy mondja, imádom a számaitokat, a szövegeiteket, meg mindent, amit csináltok. Nagy elismerésem és tiszteletem, köszönjük szépen. Lőrinc Iza, hosszú távú terveitek vannak Basztával farkasokként? Hogy lett együtt nevetek, miért nem csak elkosszott főt Mr. Baszta? Ez nagyon jó kérdés. Hosszú távra tervezünk, persze, mi mindent hosszú távra tervezünk. Azért lett az a nevünk, hogy Farkasok, mert csináltunk egy számot, aminek az a cím, hogy Farkasok, és ha nagyon nagy sikere van annak a nótának, és ha már ekkora sikere volt annak a nótának, akkor kitaláltuk, hogy legyen egy ilyen gyűjtőnév alatt, hogy Farkasok, Ákoszott, Mr. Baszta. Éri Zoltán, Állató Furacsével esetleg más GRG előadóval közös track. Zolikám, ez sem már két közös számunk. A két közös, az egyik az még nem került publikálásra, a másik az igen, aminek az a cím, hogy Nyerni jöttem. Furacsével is már működtünk közre, plusz Salával és Basztával egy közös számunk, de Furacsével még valószínű, hogy lesz közös számunk. A Furacsével az a kérdés. Ja. Fantasztikus karakter a srác. Bocsánat, hogy van szó. Varga Márk, mikor jöttök Hajdúnálásra vagy Böszörményben? Hajdú Böszörményen volt, de mind a két helyen már voltunk, és megyünk a hívnak legközelebb is. Bella Milán kérdezi, várható termékek a webshopba? Várható, bátyám. Bátyám. Olcsi Kicsi. Mondjátok Bella nevemért. Ez a másik kedvenc kovács. Olcsi Kicsi. Szevasz Olcsi! Csak lazán, Matyi. Jó neved van, bátyja, nagyon. Miből adódik a nevetek? Azt elmondtuk, viszont kíváncsi vagyok, hogy a te neved miből adódik. Csak lazán vagy. Na nézzük meg a következő kérdést. Valéria Baba Csikó kérdezi, miért szeretitek ennyire ezt a műfajt? Hát ezt most mit? Ebbe találtunk magunkra. Valikám, szereted a csokit? És miért szereted? Hát nem tudod szerintem te sem megmondani, meg mi is, hogy miért szeretjük ezt. Mima kérdezi, ez egy jól felépített, 5 pontos. Jól felépített. Kérdés sor következik. Mielőtt lettének lettetek volna, hallgattatok basztát? Második kérdés, válaszoljunk meg egyenként? Hallgattunk, igen. Hallgattunk előtte is. Második kérdés, miért pont rapperek lettetek? Jó. Rapperek lettünk. Harmadik, nektek melyik a kedvenc dalotok? Kitör magunktól? Az nincs odaírva. Hát itt szerintem azt kérdező, hogy... Általánosságban nekem nagyon sok van így, inkább külföldi zenéket hallgatok. Sok kedvenc számom van. Nem tudnék mondani. De egyik Fekete Pákó szám az a kedvencem, csak nem jut eszembe a címe. Negyedik, milyen érzés, hogy ilyen híresek lettetek, hogy több százezre hallgatnak naponta? Hát ez igazából még fel se tudjuk fogni, mert nem mondom, hogy a semmiből jött, mert azért nyomatjuk magunkat, meg leszünk érte szerintem, de nagyon jó érzés. Hol lakunk? Surányban lakunk, Szentendrei szigeten. Pestrek, mostanában sok negatív dolog éri az RTM-et, hogy viselitek, mit tudtok ellene csinálni, kiállunk magunkért, és barátainkért kiállunk,
azt visszük, amit eddig. Nem tudunk valamit kezdeni ezen felülelni. Katalin Erika Beck. Beck Katalin Erika. Mikor jöttünk Bajára és adtuk ingyenes koncertet? Baján még nem voltunk, ahogy meghívnak mennénk, mert lennakik az unokatestvérünk, Gyilkos Lacika lennakik Baján. Nagyon nagy karakter, úgy néz ki, mint Kocsis Tibi. És oda mennénk szívesen fellépni is, ahogy meghívnak, adunk ingyenes koncertet és minden nemű koncertet, ha meghívnak oda, igen. Jó, akkor Laura, Tóth jön, Tóth Laura. Neki már olvastuk egy kérdést, hogy hogyan jönnek mindig új ötletek zenei témával kapcsolatban. Hát ez így magunktól jön. Ferenci Botond. Mikortól lesznek azok a ruházatok a webshopban, amik vannak a Lurdiázban? Nem lesz az a ruhabátya. Mert van, ami van, és van, ami van, van, de van, csak a Lurdiázban limitált ruhákat szoktunk vinni direkt. Ezt így direkt találtuk ki, úgyhogy ez erről ennyi. Sánta Joci, miért döntöttetek úgy, hogy beléptek az RTM brigádba? Azért döntöttük úgy, mert az RTM brigád egy nagyon sikeres brigád, és megtiszteltetésnek vettük, hogy megkeresett minket a Vaszta Zsolti. Ezért ezzel kaptunk egy nagyobb teret, és nagyon jól érezzük magunkat itt. Jó. Mi az, stílusod belefekteted a rendbe? Jó. Szóló album írónak lesz a Toma Erdély kérdezi. Erdély kérdezi. Nem lesz, már nem engedem meg neki, hogy szóló album. Faszkabb lesz, hogy én csinálok. Nem lehet szóló albuma. Igen. Horváth Krisztián, én azt akarom kérdezni, ugye Mr. Basti csinálta rajongója egy közös videót, hogy nem lehetne veletek is csinálni, nagyon örülne neki szerintem mindenki. Szerintem is nagyon jó. Na, megválaszoltuk majd. Amúgy nem mindig pontosan ugyanúgy olvasom föl, de az RTM szektorra gondolom úgy. Lényeget elmondom. Szabó Richard Junior kérdezi, hogy sziasztok. Szia, bátya. Szevasz, bátya. Gondoltátok már arra, hogy kiszakadjatok az RTM-ből teljesen? Saját YouTube channel, külön webshop, külön bolt, egyedül is profik vagytok. Nem gondoltunk, mert nem felejtjük el azt, hogy honnan jöttünk és kisegített nekünk a céljaink elérésében, és teljesen jól érezzük magunkat a Real Tree Music kiadóban. Csak Dave kérdezi, hogy melyik kritika volt a legrosszabb? Az a legrosszabb kritika, amik azt írják, ez szar, mert az nem kritika. Na most következik Kristóf és Kinga, miért pont az RTM-be mentetek el, nem a garázsba. Ezt is már kifejtettük szerintem. Pöper, Fanni, hogy alakultatok meg? Erre is válaszoltunk szerintem. Ja. Horváth, Erik, mivel találtitek a rapper is erre is? Ugrálunk, itt volt srácok. Kriszti, de csak neked. Ez a neve a hölgynek, Kétivel. Dóra Mészáros, miért vagytok ennyire jók? Ezt csak te tudod, de köszönjük szépen. Júri, Adrián, büszkék vagytok a zenétekre? Nagyon utáljuk az összes számunkat, bátya, de hál' Istennek, ti szeretitek. Kriszti, de csak neked most jön. Kriszti, de csak neked. Szerintem ezek a rendelésekre is válaszoltuk. Onnan jött a művész nevetek, azt már megválaszoltuk. Valami adás már megválaszoltuk. Miért pont Erke 26? Jó, azt is már mondtuk, igen. Jó, menjünk tovább. Melyik a kedvenc zenétek Essemtől? Neked melyik a kedvence? Nekem a kedvencem Essemtől a neve Essem. Az nagyon nagy zene. Neked melyik? Nekem a Peace. Peace. Pap Szabira kérdezi, milyen híres emberekkel találkoztatok? Nagyon híres ember, akivel múlt héten találkoztunk, az Fekete Pákó volt. Az életem meg is változott azóta egy kicsit. Illetve szoktunk találkozni a híres emberekkel, csak inkább nem mondanám meg pontosan kikkel, mert van, akire már sajnos nem is emlékszem. Jó, te ismeritek, Offult kérdezi. Nemcsok Ákos. Ákos, mióta benne vagy közelten? Vagyunk 2012. december. A Dániel az egy értelmeset kérdezett. Hogyan írjátok a dalszövegeiteket? Ulitz Dániel kérdezi. Ezt úgy írjuk, papikám, hogy megkapjuk az alapzenét, betesszük, csutkára fölrakjuk, mondjuk ő rosszul kalkosan hallgatja, én annyira nem. A legjobb üvöltetem mindig egy. És elkezdjük a zenére ráírni a szöveget. Ennyi igazából a történet. Jó, akkor lapozhatunk szerintem rá. Kovács Ámos, kivel feat-elnétek Magyarországon legszívesebben RTM-en és a garázson kívül? Hát bátya, én Karamell Ferivel feat-elnék, mert ez az elég komoly. Nagyon nagy kedvencem. Kocsi Patrik, városban vagy vidéken szerettek jobban fellépni? Szerintem ez... Az mindegy, ahol jó a közönség, ott szeretünk fellépni. Változók. Bence Bertalan kérdezi, Off-full Doggal lesz-e kicsit több klip? Off-full Doggal most tervezünk pont egy videoklipet, ez az ő albumáról, az egyik számából.
Igazából ezt nem így előre tervezzük, a kicsit több klip, ahogy érezzük, úgy csináljuk a klippeket. Ez sem már mikor lesz közös klip, ezt is elmondtam. Kecsemát, igen. Tomi Real Trill, Marcellával fogtok még együtt zenét csinálni. Fogunk, bátyja. Nézzük tovább. Beszéljetsz egy kicsit, mert kiszállott a szám. Szarvas Gergő kérdezi, illetve beköszön először, hogy sziasztok. Csak. Szia, bátyja. Az a kérdésem, hány évesen kezdtétek legelőször a rímeket, illetve akkor már tudtátok, hogy nektek ezt kell csinálni. Éreztétek, hogy ez jó lesz? Hogy mikor ismertek? Az vele a bajodok, hogy mikor ismerkedtetek meg a rap műfajon, és kimutatta nektek? Na, Gergő egy komoly összetett kérdés rakott föl. Hány évesen kezdtük, szerintem erről már beszéltünk, igen, az elején. Illetve, hogy akkor tudtuk-e már, hogy nekünk ez... Mi ebből szeretnénk élni, meg hogy ezt szeretnénk csinálni. Tudtuk, hogy ezt szeretnénk csinálni, igen. És rap műfajon, mikor ismerkedtünk meg, azt, arról beszéltünk, kimutatta meg. Én bárt, hogy aluljáróval találtam egy kazettát, és boltot, és ott vettem egy repzenei kazettát. És én vettem neki a kazettát, itt nem volt pénzem, locsolkodó pénzemből vettem. Locsolkodó pénzemből vettem, amúgy az igaz. Igen. Következő kérdés, Ágoston, Christopher, Marcel. Milyen érzés volt, hogy két év alatt Magyarország top 10 rapperei közt vagytok? Gondoltátok volna, hogy ilyen sikeretek lesz, hogy Mr. Mustang kívül titeket is elkezdtek milliós. Mi is elkezdtek milliós zenéket dobni. Szia, nem gondoltuk volna, nagyon örülünk, hogy így gondolod, hogy a top 10 rap előadóban vagyunk benne, köszönjük, és nem gondoltuk volna, nem gondolunk így előre semmit. Jó, következő kérdés. Dolor vagyok, gondolkoztatok-e már egy MC Pita Ramos feed-hez? Nem gondolkoztunk, bátya, megmondom a Frankót, más stílusban mozgunk, semmilyen személyes ellentét nincsen közöttünk. Zsoltival már volt egy száma, volt száma, csajozós óta. Mi már úgy érezzük, hogy annyira nem a mi világunk, amit ő képvisel. Lebesko be a kérdezni, mit gondoltok azokról, akik másolnak titeket a Face-on? Ez egy nagyon jó kérdés, Bea. Másolják sokan. Nekem annyi kamu profilom van. Jó, de nem a kamu profilt mondja, hogy arra gondolsz? Nem arra, hogy itt passzekra másol, meg ilyenek? Ja, hogy hát nem tudom, azt még annyira nem vettem észre. Inkább az ilyen kamu profilokról tudnék beszélni. De ne beszélj róla. Azokról már beszéltem is egyébként. Hát persze. Írogatnak a nevükbe, azokkal nem kell foglalkozni. Dencsákos is azt szeretné, hogy mondjuk a nevét. Szavaszákos. Dencsákos. Szabó Viktor Béter kérdezi, hogy kivel szerettek a legjobban együtt dolgozni? Mindenkivel, akivel együtt dolgozunk, szeretünk dolgozni, nem szeretnénk kivételt tenni köztük. Akkor hagyjál, olvassak én is egy kicsit? Olvasgassak. Már kicsit kezdem itt szarul érezni oda. Tehát Friedrich Dávid már kérdezi, honnan jutnak eszetekbe ezek a remek szövegek? Így születtünk, tesóm, és gyakorlunk nagyon sokat. Amerikai előadók inspiráltak minket, Tupac főleg. Mikor kezdtetek, kérdezi Ákos Szeri, ezt is elmondtuk. Mit? Szóval egy jó kérdés, Roland Bojka, Bojszkó kérdezi, mit tanácsoltok egy kezdő rapper számára, akinek lassan, de biztosan kezd beindulni a karrierje? Hát ha lassan is biztosan kezd beindulni, akkor folytatni kell ezt az utat. Szerintem kitartóan kell csinálni ezt. Lassan és biztosan kell előre haladni. Dénes Ficsor kérdezi, nagyon jó a flow-tok, hogy csináljátok? Nem tudjuk, hogy hogy csináljuk, bátya. Lővei József kérdezi, hogy éreztétek magatokat az első koncerten? Nem is tudom, hogy hol volt az első koncertünk, de... Első koncert? Én tudom, izgultam. Amikor beléptünk a Real Trill-be. Szerintem az volt az első, nem? A év záró ja, így közösen. Még a Terrasz Caféban azt hiszem, hogy emlékszem. Terrasz Café. Meg erre is emlékszem. Igen. Én memória ott van, bátyák, nem? Kicsit izgultunk, mert ez egy olyan koncert volt, hogy az összes Real Trill taggal még nem találkoztunk egyik őkkel se szinte, és ott előttüket fellépni, friss volt az a csapatunk is, úgyhogy izgalmas volt nagyon. Nézhetjük tovább, Fekete Edwin kérdezi. Először beköszönöm, sziasztok, szia bátya. Szia Edwin, ő nagyon régóta hallgat minket. Van már elképzelésétek, hogy a Dupla Dinamit nagy lemez hogy fog összeállni? Mármint, hogy milyen hangvételű nótákra számíthatunk majd a koromból? Dupla Dinamit, az hasonló album lesz, mint amik tőlünk megszokhattatok. Lesz rajta mélyebb zene, energikusabb, bodamondósabb, mindenféle nóta lesz majd rajta. Tudjuk ennyi. Ricsi Török, kiírja a verzéket? A verzéket tudod, kiírja nem a Pákó, a Kozsó. Kozsó írja a verzéinket, tesó. Lili Beu, sziasztok! Az a kérdésem, hogy Nógrád megyébe felléptek-e? Igen, fel fogunk lépni. Anita Ildikó Rostás kérdezi, milyen érzés, hogy nagyon sokan hallgatják a zenéidet?
ketten vagyunk, köszönjük a kérdést. Léci, mondjátok be a nevem. Ildikó Rostás, a zeneit nagyon sokan hallgatják. Következő kérdés. Barbara Bó kérdezi, milyen nagy híró lába? Barbikám! 42-es, you know? Nagyon nagy híró lába. Pázmándi Géza kérdezi, sziasztok! Nekem az lenne a kérdésem, hogy gondoltatok rá, külföldön is próbálkozatok CD fellépés, esetleg elhagynátok ezt az országot egy jobb élet reményében. Mi a véleményetek Orbán rezsimről? Köszönöm, respekt. Nézzük ezek, ez egy értelmes kérdés. Volt, gondoltuk arra, külföldön Orbán rezsimről, külföldön próbálkozatok, igazából attól függ, hogy mi a külföld, nem érezzük külföldnek, hogy elválasztott határa, trianoni határokon túl szoktunk fellépni, Erdélybe, Kárpátalján, oda járunk, egyébként nem tudom, hogy mire gondolsz külföld alatt, ahol nem értik ugye a szövegeinket, ott nem látjuk értelmét fellépni, hívtak minket Kanadába, illetve Angliába fellépni, én nagyon félek a repüléstől, úgyhogy valószínűleg oda nem fogunk menni. Ő is nagyon fél. Rettegek, bátyák. Politikába nem menjünk bele, tudja, aki hallgatja ezeket, mi a véleményünk. Erről a kormányról, illetve az előzőről is megvan a véleményünk. Respekt, respekt. Fészki Norbi kérde. Fészki Norbi, mondjuk a nevét is, hogy milyen érzés, amikor egy koncerten vagyunk. Olyan érzés, amikor egy koncerten vagyunk, mikor te vagy egy koncerten, bátya. Majdnem ugyanaz érzés, csak mi még rappelünk is mellé. Teljesen jó érzés. És egy nagyon komoly kérdés, Giblák Bertold, tervezitek-e a befejezést? Miért így van, tervezitek-e? Bátya, nem tervezzük a befejezést, ő is reméli, hogy nem. Fekete Edwin. Az előző kérdéshez kérdezi az Edwin, hogy milyen közreműködők vannak tervben a lemezen. Kevés közreműködőt tervezünk a lemezre, mert úgy gondoljuk, hogy akivel eddig közreműködtünk, velük is szerettünk volna, illetve nagyon más közreműködővel nem szeretnék közreműködni, van egy-két ilyen előadó, de nem sok. Bocskú János, hello, mit kezdjen egy tehetséges sráchoz, az én? Bátya, jó, hogy van önbizalmad, az a lényeg, én a reppes, már 130 éve 0 forinttal hova forduljak. Bátya, elég idős lesz, tesó. 130 éve reppelt, bátya. 0 forinttal, hát csinálni kell, tesó, mi is. Nyomatni kell, jó, csináltuk, aztán... és kész. Akkor kérdezi... Rumli Antónia kérdezi, hogy ki szokta a dalokat írni, ketten vagy egyedül? Igen, hát ketten szoktuk írni, mivel ketten rappelünk, mindenki maguknak írunk, vagy ha már egyáltalán nem tudunk, akkor előbb említettem, hogy Kozsóhoz szoktunk fordulni segítségét. Domcika Szunyi beindult, mert 5 millió kérdést tett fel, hogy ismerkedtetek meg egymással. Szomszéd szobába átmentem, és ott volt egy csecsemő, és az ő volt. És úgy ismerkedtünk meg egymással. Olvassál te is azért. Add ide kicsit. Tehát akkor Gere Andor kérdezi, sportoltok? Sportoltatok valamit? Én aktívan nézek tévét, bátya, régen kosárlabdáztam, és autót vezetek. Te sportolsz valamit? Nem, abszolút nem. Ő nem sportol. Sétálgatok. Mr. Kordik Zsolt kérdezi, puszilunk, bátya. Szövet. Van-e fitymá szűkületetek? Fitymá tágulatunk van, bátya. Neki tágulata van, nekem meg fölrántották kiskoromba 2 évesen, úgyhogy megoldódott a probléma. Köszönjük, hogy írtál, bátya. Stróbből Liza kérdezi, tudtátok, hogy legjobb rapperek vagytok? Nem tudtuk, köszi szépen, aranyos vagy. Csík István kérdezi, DM-nál mikor lesz új zenétek, mert a monoton hétköznapok és a rettetetetlen nagyon jó. Hát DM-nál mostanában nem beszéltünk közös zenékről, de nem elképzelhetem. Nem áll szóba van. Nem áll szóba van az ilyen. Felvitt az Isten a dolgát nagyon neki. Bentley-vel jár meg ilyenek, úgyhogy... Örülünk esetleg, hogyha a nevünket kimondja annak is olyan. Szabolcs Korcsok, Giano, régen te voltál Masztagyi, most is az vagyok, bátya. Varga már kérdez egy olyat, mi az élet célotok? Teljesen a zenéléssel, meddig is akarjátok elvinni, mik a jövőbeli tervek, álmotok, miben szeretnétek a legjobbak lenni? Legjobbak lenni, abba szeretnénk, amit csinálunk. Szerintem ennél nagyobb kívánságunk már nincsen, amit eddig elértünk. Így van. Ami jön magától. Ezen kívül szeretnénk egy giroszos nyitni majd valamikor, és egy tetoválószalot. Molnár Ádám kérdezi, szevasz bátya! Magamat kérdezném, olyan? Hol játszódik az Edd meg a porom című dalocska? Ez ott játszódik, tesóm, ki van írva egy tábla klip elején, Surány. És ott lakunk, és ez a klip, ez ott játszódik. Kis Dániel kérdezi következőt, hogy ti gyerekkorotoktól énekeltek, vagy nem? Te gyerekkorodtól énekelsz, Ádám? Igen, én 6 évesen kezdtem el Szandi kazettákra énekelni. Egyébként én is, hát így...
Te is arra kezdtél? Én nem szóltik az ötterre, de... Meg izét nyomattam a... 100 fok Celsius-t, meg a hupikét, törpikét. Charlie-t nyomattam, a legnagyobb Charlie. Azt én is nyomtam, a kevesítamat. Nézd az ég felé! Dominik Nádudvari kérdezi, hogy lehet titeket elhívni egy fellépésre Jász árokszállásra? Dominik... Kint van egy telefonszám, a hivatalos AK oldalon, és ott el lehet érni. El lehet érni? A szervező urat. A szervező urat, Polisor Lászlót kell keresni. Madai Bence kérdezi, mik akartatok lenni kiskorotokban? Én már nem emlékszem, tesó. Én bűnöző akartam lenni, bátya, de rájöttem, hogy nem várok semmit. És ugye? Glass Milan, szerettek klippet forgatni? Szerintem én imádok. Én nem szeretek, én klippet nézni szeretek, amikor már kész van és leülök egy kapóban. Jó, elfáradunk végére, de szerintem kurva jó. Csinálnak meg kis sipolyát. Meg kis sipolyát. Borza Máté, mikor döntöttétek el, hogy ti ezt a rappes utat szeretnétek választani? Ez 96. december 4-én döntöttem el, bátya. Én pontosan nem tudom neked megmondani, hogy szerintem ilyen 15-16 éves lehettem. Kis Roland kérdezi, Hiro, lennél katona? És te GIANO? Hát figyelj, bátya, én lennék, igen, megmondom neked a frankot. Ja. Te? A Roland vagy én? Hát te akkora poénjaid vannak én. Na most én is vagy fogok. Hát előbb te fogtad. És veszünk össze ezen. Víró Betty, melyik volt a legelső számotok? Legelső közös számunk az amúgy jó kérdés. Melyik volt a legelső közös számunk? Talán egyetlen, egyetlen szerelem volt. Az első közös szám, ezt meg is találd a YouTube-on, hogyha beírod, hogy AK-oszolt egyetlen. Hát az volt az egy nagyon komoly videoklip is ilyen izékamerával. Hál' Isten lett. Kölcsönkért kis kölcsönkért, 30 ezeres fényképezővel forgatni. Én pedig nem mertem nyomni a kamerába, amíg emlékszem. Kovács Antal kérdezi, alapból ment a rap, vagy úgy tanultátok, nagyon jók vagytok? Ez egy jó kérdés. Nagyon fontos, a rapnek alapból kell mennie, viszont nagyon sokat kell tanulni, de ha alapból nem megy, akkor fölösleges tanulni. Szóval alapból meg kell legyen egy tehetség a rapzenéléshez, a rappeléshez, és ezt fejleszteni kell, amíg él az ember. Viszont akinek nincs hozzá tehetsége, kár fejleszteni, mert nem lesz jó. Jobb lehet, de jó nem lesz. Hogyan jellemeznétek egymást? Katalin Berta kérdezi. Na te hogyan jellemezél engem? Na most komolyan jellemezzél már. Nem tudlak jellemezni. Egy jellemtelen kis buzi. Menj picsába, vigyeljük ki a gecibe. Közös tevékenységük nincsen, csak fellépünk, mert igazából taszítjuk egymást, és nem találkozunk a civil életben. Úgyhogy bőven elég, hogy még együtt utazunk és fellépésre, és megyünk haza. És alszik az autóba, és összekoszolja az autónak mindig kis körmeivel. Lerágom a körmet, azt dobálom szét a kocsiba. Köröm darabokat találok az autóba. Hihetetlen. Laskovics Alex kérdezi, Mr. Basztával mióta vagytok jóban? Mióta a Real Team Music-ban vagyunk? 2010. Mikor léptünk be? Két éve, most volt két éve. Eminemről mit gondolunk? Szerintem a világon az egyik legjobb rappes. Csak ezt én mondjuk. Ez nem is kérdés. Van-e faji elméletetek, és van miért? Nekem abszolút nincs. Egy faj az emberi faj, mondjuk ez biológiában, ez köztudott. Nem különböztetünk meg senkit. Fülöp kérdezi. Krisztián Fülöp, sziasztok! Szia, bátyám! Szia. Honnét indult ez a rap? Honnét indult ez, hogy rapzenével fogtok foglalkozni? Ez a Budapest nyugati pályaudvarról indult. 16 óra 5 perckor. 18 évvel ezelőtt. Viccelünk bár. Rapzenét hallgattunk, tesó, úgy kezdtük el, úgy indult. Igazából megválasztottuk még egy kérdést, szeretne a kis cotter felolvasni még. Még azt hiszem, vannak ilyen. Aztán hamarosan befejezzük, közben megköszönjük, hogy itt voltatok velünk, és ha tetszett ez az adás, akkor lehet, hogy fogunk még ilyet csinálni a közeljövőben. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek az adást végig, mert aki ezt most itt van, az ugye végignézte. Nagyon szépen köszönjük, hogy megtekintettétek ezt a videót. Valószínűleg fogunk csinálni még ilyet, illetve szeretnénk csinálni egy főző műsort a Stálkonyához hasonló AK Konyha címmel. Ugye? És ő fog főzni, vagy ő lesz a konyha lány, majd azt még eldöntjük. Én még egyet akarok tőled kérdezni, te kis buzi. Tőlem. Mi a faszt akarsz tőlem kérdezni? Ennyi végül is. De nem is akar, csak viccelt. Jól van, köszönjük szépen, hogy eljöttetek, nem jöttetek el, mert otthon vagytok. Sziasztok, peace! Sziasztok.